A Zaher mindennapi mérgeink címmel holnap kerül a boltokba az a 320 oldalas kötet, amelynek szerzőpárosa most itt velem szemben. Sportról, szenvedélybetegségről, függőségről is, sok minden másról ejtünk majd szót a következő percekben. Dr. Zaher Gábor, toxikológussal és a könyv társszerzőjével, Dr. Karics Tamásra jó reggelt kívánok, uraim! Nos, hát igen, Minden nap, mindennaposak ezek a mérgek, és ugye azon túlmenően, hogy a könyvet sajnos még közelről nem láttam, bár az idézeteket olvastam belőle, nagyon sokféle nyilatkozatot lehet önnel kapcsolatban olvasni a különféle fórumokon. És hát ugye az azt hiszem nem meglepetés, és el kell fogadjunk, hogy egyrészt mindannyian függők vagyunk. Tehát mindannyian. Tehát így élünk, mindenki. millió függő ország vagyunk, abszolút ez akár igen, lehetne, igen. és egy alcím, alcím ennek a könyvnek. Igen, 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 igen. Ugye ami most egy picit azért a mi tárgykörünkben jobban tartozik ezekből, egyrészt igaz önre, abban a tekintetben, hogy amikor én így olvastam a, a, saját személyes szenvedélybetegségeket, ebbe a pipázástól elkezdve vagy a csokoládi függőség, amennyire tudom, benne van, az egyik legkomolyabb, ugye ez a bizonyos futásfüggés, a szabad így fogalmazni. Tökéletes, az tökéletesen jól működik, hogy egy ilyen ö, ügyeleti nap után az ember hazamegy, délután ott még akkor egy kicsit töntjög, és akkor én este 8 fél 9 körül összeszedi magát, felőtt átöltözik, bemelegít, ugye túl az 50 ötvenen, most már sokkal többet kell bemelegíteni, ugye mint régen, kettőt De jó, húztunk hallani, hogy és szaladtunk ezt. és oh. aztán, aztán utána zene és akkor irány ugye, falun lakom, török bálincot, szóval még az sincs, hogy hova el kell menni vagy nekem az... Csodaszép, ismerem Igen, igen, a igen mondtuk, hogy, 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 hogy nem is a smogba kell talán annyira futkározni és akkor az ember elindul, akkor az első 800 méteren úgy érzi, hogy meghal akkor utána kezd jobb lenni. Én ott hagynám abba, tehát általában ez szokott lenni, hogy az az a pontok, köszönöm. Igen, ha azon túl van az ember, akkor kezd élvezni, hogy akkor jönnek az endorfinok, uh -huh. és akkor utána az ember viszont úgy érzi, hogy na most le tudnék futni Balatonra meg vissza, na de akkor másnap reggel nem tudnék fölkelni. Uh -huh. Úgyhogy ilyenkor egy olyan 5-8 kilométer, az mondjuk hát időtől, kettőtől függően mondjuk azért, hogy a 35-38 perc, kör alatta az ember egy nagy lemezt meghallgat és tök jó, mert nagyon klasszul helyre kerül az a nap. Ugye a futás vajuk beszintén főleg egy ilyen amatőr kocogónak, az nem egy ilyen szoftvert igénylő történet. Szóval ott csak az ember Igen. csak rakosgatja előre a lábait, ugye akkor ott forgalom sincs, kutyák sincsenek, nagyon sok minden hasznos gondolat származik az ember fejébe. Régen nem kellett leírnom, most már le kell írnom. Ja, igen, mert elszáll? Igen, Aha. az öregszik az ember, most már le kell írni. Aha. Úgyhogy nagyon jó. Igen, egyébként annyira irigylésem értől nem, amikor valaki, hogy mondjam, nem csak azt érzi, hogy kiköpi a tüdejét, hanem tudja effektíve, ugye, hogy endorfin jön, hogy most akkor pillanatnyilag milyen kémiai folyamatok zajlanak a testemben, azért ez egy különleges dolog, mi csak meghalnánk ebben. Nem? Hát, nem a Gábor máshogy is, is pótolja, amíg itt vártunk, itt már bevágott egy magyaros csokit. Azt a hogy mindig egy nagy lebesztbe, abba is azt mondom, én több ezer is gyűjtem Igen, így, amennyire hallottam. Szóval Tamás, én azt hiszem, hogy egy olyan témába csöppeltük bele, és egy olyat döntöttél el, hogy akkor így megörökítesz, vagy megörökíthetek, ugye mi kollégaként azt hiszem, nyugodtan tegeződhetünk, hogy... Ami, ami itt van körülöttünk, benne vagyunk, az életünk erről szól, mindenkinek a maga módján ezek szerint megvan a maga függése, ki jobban tudja magát ettől függetleníteni, ki kevésbé. De azért, ha most egy picit ezen a sporttal kapcsolatos csapásvonalon haladunk, én azt gondolom, hogy akár szülőként, akár ugye a társadalmat egy picit talán kívülről figyelő emberként azt látjuk, hogy fogy azon, azok táborra, akik megértenék ennek az fontosságát, hogy mit jelentett a sport, és milyen jellegű kapaszkodót jelentett, persze a fiataloknak, és helyette egyéb, sokkal károsabb szenvedélyek. Nyúlnak. Hogy érzed, mennyire tudják, érzik az emberek ennek a problematikáját? Hát én azt gondolom, hogy egy nagyon szórakoztató könyvet sikerült írnunk, ami egyben tanít is, tehát ez a legrosszabb egyébként, amit lehet mondani egy könyvön, hogy ez majd didaktikus lesz, hogy ezt majd olvassák, de azt hiszem, hogy tényleg így fogunk járni vele, hogy hogy akinek már drogozott a gyereke, vagy, vagy fog, mert előbb-utóbb egyébként... Ezt ne is mond. tehát az emberek egy négy fél éves gyerekkel, csak a borzasztó csak a, a mi generáció még víziói. azt hiszem megúszta, tehát mi még, mi még esetleg ittunk egy boroskólát a diszkóban, kettőt, kettőt. De Mi ezt azt hiszem, hogy a mai generáció az nem úszhatja meg ezt, és, és akkor ez egy ilyen kézikönyv is lehet. Igen. Jó, mondjuk ah. azt gondolom, Zárdokton, ez, ez szinte, szinte elvárás már, hogy amikor a bármilyen médiában való megjelenés, bármilyen üzenet van, annak mindig van egyfajta tanítási értéke, de gondolom ez célzatos, nem? Tehát... Vagy így alakult? Ez szerintem az első pillanatban teljesen véletlenül lett, és utána, amikor az ember tényleg látták, és akkor na már megint ez a kopasz egy szemüveges csávó van itt a tévében, de múltkor nem mondott hülyeséget. Mm -hmm. és, az, és azt gondolom, a legfontosabb, hogy az ember őrizze meg a hitelességet, és én világéletemben orvos akarok maradni, és sose akarok átsúszni arra, hogy, mit tudom én, celeb, sztár, ilyen, Badarságnak hívják, igen, nem Én meg akarok maradni a saját szakterületemen belül, ettől még másról is meg lehet a véleményemet, hogy a könyv egy-két egyéb más dologról is. Beszélünk politika, az nem nagyon van benne. Hál' Istennek, ha bár az életem egy részéhez valamilyen szinten Igen, kötődik olyan. azért a politika, de az, az meg viszont én vagyok, és én úgy gondolom, az ember a hitelességét megtartja, akkor talán odafigyelnek rá, és odafigyelnek rá, akkor talán elhiszik neki, amit mond, ha elhiszik neki, akkor mond, talán tanulnak belőle, ha tanulnak belőle, akkor talán ők is betartják ezeket a, hát nem azt mondom, hogy intelmeket, de talán pár mondatot, hogy végül is mit érdemes csinálni, vagy mit nem érdemes csinálni. Ugye rengeteg, rengeteg, felnőtt problémával is találkozunk, de így, hogy az imént Tamás eh, utalt azt gondolom, hogy azért az egyik legnagyobb és legveszélyesztettebb kör ugye valóban a gyerek. Tehát egészen kicsi most vár, beszélhetünk az általános iskola, szinte alsó tagazítól elkezdve, onnantól kezdve egy egész életútig. hogy látja, hogy a szülőket mennyire lehet ebben a tekintetben valóban jó irányba terelgetni, vagy néhány ilyen fontos gondolattal azért egy picit támaszt adni a kezükbe abban a tekintetben, hogy hogyan lehet megőrizni a gyermekeink mondjuk úgy ártatlanságát a tekintetben, vagy illetve ha nem sikerült, akkor melyek azok az érvek, hogy hogyan lehet őket mondjuk egy más irányba, valami fajta más kapaszkodót nyújtva visszaterelni valami, valami értelmesebb életre. Hát magam is ugye egy 15 éves fiatal úrnak vagyok az apukája, és uh -huh. ugye hát bendegúzzal le kell, hogy kopogjam azért, ez az egy kiváló fiatalember. ember. Uh -huh igyekszünk sokat belerakni a puttonyába, szóval egy értékrendet teremteni neki, megtanítani őt egy csomó dologra, nemet mondani, keretek között éli az életét, egyelőre működik a történet. De nagyon sokszor az van, hogy, és ez egy nagyon csúnya statisztika, hogy egy átlag magyar felnőtt, egy átlag magyar gyerekkel Naponta a hetes percet foglalkozik. Két perc. Ugye a ebbe be bele, mi történt a iskában, bepakoltad, hazahoztad, megcsináltad, angolt kikérdezem, biológiát, matekot nem, mert azt már nem a tudom. Hét és kész, és végre. És nekem is dolgoznom mm -hmm. kell, füvet vágni, híradót nézek, meccs van, sőt, Nem érek rá, a gyerekül a világ legjobb villanypásztora mögött a számítógép mm -hmm. mellett, ahol tényleg semmi gond nincs a gyerekkel, csak és éppen nem tudom, ]ja, hogy mit csinál, fogyaszt, meg egen. hogy kommunikál, ugye egymással háttal kommunikálnak ilyenkor, és én megesküszöm rá, hogy a gyereknevelés az a világ legveszélyesebb extrém sportja, ami létezik. Igen, szóval az az ott egy, egyszer történik egy baleset, és utána az a rehabilitációs időszak, az nem tudom, hogy milyen hosszú lesz, vagy egyáltalán sikerül-e visszajönni onnan, ahonnan elindultunk. Uh -huh. És ugye minden gyerek hogy kezdi a pályafutását? Főleg egy apuka szempontja, hogy a három éves apa-apa, vegyél föl, vegyél föl, tök édes, tök aranyos is lesz ebből, 185 centi, 46-os láb, szőrösödő, kamaszodó fiú, akivel nagyon gyakran nem tudnak mit kezdeni a szülők. Miért? Mert nem ismerik. Okay. Mert ugye a kamaszkorban rengeteg minden eldől egy ember életében, nem csak szélesen, hanem fizikás. Ha ilyenkor nem kezdes sportolni, akkor világos, hogy, hogy, gyakorlatilag utána már nehezebb ugye ezeket a handicapeket pótolni. És például, ami a kamaszoknál egy nagy veszélynek érzek kicsit a sportra, ugye járnak edzőterembe borzasztó. Szóval nem bírja el fizikálisan még a saját testük azt a fajta megterelést, amit jelent az a fajta edzőtermi munka, ami nem a versenysport, vagy nem a spup hobbisport, hanem azt a túlerőltetést, és tönkre mennek bele, nem beszélve arról, hogy előjönnek ugye a hasznos tanácsok, a 42 napos steroidkúra, a levezetővel. Igen, ezt mondani, hogy ugye van az a kör valóban, ez úgy úgymond amatőr önképzős brigád, ugye, akik egyrészt az interneten valóban minden információhoz hozzáférnek, és tényleg a, a testük alakítása érdekében és a tetszési óha érdekében gyakorlatilag ki tudja, mikhez és hogyan és milyen körülmények között jutnak hozzá. Viszont beszéljünk most egy picit arról a körről, mert azért itt ugye ebben, ezekben a székekben kiváló pedagógusok, nagyszerű edzők, és tényleg a, a, mondjuk a sportvilág egy olyan ö, krémia fordul meg, aki most is azt mondja és, és azt ö, tanácsolja, hogy, hogy éppen ezért a közösségi sport, az egyesületi, ö, klubbéli ö, közösségben és viszonylag fiatalkorban elkezdett ilyen jellegű sport, ez egy olyan kapaszkodót nyújthat, még a mai összekuszálódott értékrendben is, ami, ami valóban lehet egy egy tartás, egy vonalvezetés, ami eltereli az embert ezektől az egyébként nagyon veszélyes területektől. Érzed ennek a jelenlét, Tamás, hogy, hogy ez még mindig lehet egy kapaszkodó? Biztos, biztos, mert egyébként <coughs> lézenx az iskola után, a, a munka után, illetve, amit az előbb említettél, hogy... hogy azt se tudjuk egyébként, hogy hogy sportoljunk amatőr módon. Te mm. A könyvben rengeteg esetet leírtunk, amik nagyon mulatságosak, és egyben Igen, nagyon tragikusak, a sztori, és tényleg én be, beültem ügyeletre, és talán a, le, a legérdekesebb nem is az volt, hogy sorba jöttek az öngyilkosok, meg a gyógyszerbeszedettek, hanem jött egy fiatal, egész csinos lány, aki egy picit, picit túlsúlyos volt, és, és gyakorlatilag a halálám volt, amikor behozták, mert az edzőteremben azt mondta neki az edző, hogy csináljál már egybe 170 fölülést, és öt percenként így áll meg egy most milyen állapotban volt ez a lány? Nem túl jól, én azt gondolom, erre szoktam azt mondani, hogy a törvények egyetlenek, szóval egy szép kerek popsi, egy 43-as, 44-es biceps, egy széles hát, az jobban odavonza a tekintetet, mint hát valljuk bőszintén őszintén egy átlag testi felépítés és azért az emberek azt gondolom úgy, Haj, leginkább úgy sokan tenni, hogy ma ilyen vagyok, de már holnap szeretnék olyan Igen. lenni. Részben a buta fogyókúrákkal, részben pedig ugye azokkal a testtömegnövelő technikákkal, Igen. amik a jobb, nem arról szólnak, mint amikor valaki végig sportolja az életét, és van egy Igen, olyan pontosan, erről van izomzata, szó. ami erről szól. Nem egy hét alatt akarok meghalni. Hát ez még rosszabb, mint a nem Igen, és azt gondolom, van. hogy, hogy ugye azért a nem öncélú testfejlesztés, hanem az, aminek a sport a célja, és azon belül is ugye vannak egyéb célok, gyorsabban futni, nagyobbat ugrani, stb., azzal együtt növesni, egy olyan fajta egészséges izomzat, és remélhetőleg egy olyan fajta egészséges psziché, ami a továbbiakban azért képes arra, hogy esetleg az élet ilyen olyan szellőit, vagy viharait jobban viselje. Hát arról nem is szó, vagy, hogy a könyvben, a, a, amennyire olvastam, a fantasztikus és, ahogy mondtuk, mulatságos, illetve tragikus történetek mellett egy mostani olyan téma is felvetődik a West Balkán kapcsán, ami ugye a per mostanság indult. Tehát azt gondolom, hogy számos nagyon napi, napi ügy ö, tarkítja ezt a fantasztikus kiadványt, én nagyon várom, hogy a boltokba kerüljön. Holnaptól? Holnaptól. 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 Turaim, akkor azt, azt hiszem, hogy meg lesz az olvasói körben, egész biztos vagyok, és gratulálok hozzá. Köszönöm szépen. Köszönjük idejük. szépen. Köszönjük.